Köszöntöm a nézőket! Évvége közelettével mindig jó alkalom mutatkozik arra, hogy egy kicsit visszatekintsen az ember és értékelje a mögötte álló évet. Így teszünk most Pintér Szilárddal, Dombóvár polgármesterével, köszöntöm. És hogyha itt vissza kell tekintenünk ugye a város, illetve a kistérségnek az egész évére, akkor talán elmondhatjuk azt, hogy itt az utolsó negyed év volt az, ahol nagyon felpörögtek az események, hiszen önkormányzati választás volt. És önből a térség, ha úgy tetszik, a térség vezetőjéből Dombóvár város vezetője lett, amikor polgármesterré választották. Tehát hogy tekint tulajdonképpen vissza erre az időszakra? Tiszteltel köszöntöm is a kedves tévénézőket. Erre az időszakra, hogy egy szóval tudnék válaszolni, azt mondanám, hogy ez egy nehéz időszak volt az életemben. De nyilván ezt a nehéz időszaknak örömmel tettem eleget, hiszen október 13-án olyan feladatomozást kaptam Dombóváron, amely kellő erőt adott arra és ad arra, hogy ezt az 5 évet ugyanezzel a lendülettel, mint hogy elkezdtük, végig tudjuk vinni. Azt gondolom, hogy mint mindenki, aki átvesz egy ekkora kaliberű település, mint Dombóvár, hideg fejjel kell, hogy megtegye, és nyilván meg kell, hogy ismerje azt az állapotot, amelyet átvett. Ennek az állapotnak az átvizsgálása körülbelül egy 30 napot vett igénybe. Ezt követően tudtam olyan intézkedéseket hozni, amelynek mentén meg tudjuk teremteni, hogy 2020-ban már egy más gazdálkodás körvonalazódjon ki, illetve likviditási helyzetünket tudjuk kezelni. Felkapta mindenki a fejét az első évre, hogy leállítottam Dombóváron a beruházásokat. Ez egy részigazság volt csak. Felfüggesztettem, átvizsgáltuk, hogy hol tartanak, milyen állapotok uralkodnak a beruházások helyszín. Egyeztettem a közreműködő szervezettel, és ezt követően december 1-ével újból megindultak ezek a beruházások. Nyilván mindegyik esetben némi korrekciót elkövettünk, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hogy 2020-ban ezek sikeresen megvalósuljanak. Hogyha visszatekintünk egy kicsit még a választás elé, mit ígért a dombováriaknak? Tehát mire szavaztak a dombováriak? Mi lesz más Dombováron, mint ami eddig volt? Próbáltam vizionálni egy olyan várost, ahol öröm élni, öröm családot alapítani, mindenki boldogul, ne hagyják boldogulni. Azt gondolom, hogy Dombovárnak a nyugalomra volt a legnagyobb szüksége, és abban is biztos vagyok, hogy nem csak jobboldali szavazók gondolták ezt így, hanem a baloldaliak is, hiszen mindig azt súlykoltam az emberekbe, nincs bal és jobboldali Dombóvár, Dombóvár csak egy van. Szeressük és építsük ezt a várost. Tekintettel, hogy az elmúlt időszakban dombóvári járás településeinek társulásának az elnöke voltam, járási szemléletem, illetve térségi szemléletemet szeretném tovább folytatni, hiszen azt gondolom, hogy kölcsönösen tudjuk egymás munkáját és egymás értékeit erősíteni, és minél hatékonyabban tudunk dolgozni, hogy a 16 település egy irányba tart. Említett ugye, hogy leállította a folyamatban lévő beruházásokat. Tulajdonképpen milyen beruházások futnak most Dombóváron, és mi az, aminek majd el kell készülni a záros határidőn belül? És akkor még nem kérdeztem, majd a vége felé megkérdezem, hogy mik lesznek a következő tervek. Hát gyakorlatilag, ami már majdnem úgy tűnt, hogy megvalósult, az a Dombóvár Szőlőegyet összekötő kerékpárút, és az emberek azt is hihették, hiszen örömünnep keretében a választások előtt forgalomba is helyezte az előző polgármester. Sajnos ez a történet oly módon nem igaz, hogy az eredeti tervektől eltérően valósult meg a kerékpárút. A közbeszerzési eljárásból a hidat kivették, gyakorlatilag van egy útszakasz, egy árok elválasztja a következő útszakasztól. Közütkezelővel hosszaegyeztések után eljutottunk odáig, hogy újra kell terveztetnünk ezt a kerékpárutat. Az ideiglenes forgalomba helyezésnek fogják engedni, hogy közúton vezessük át. Ezt követően került egy sor arra, hogy újból felkértem a megbízott tervezőt, hogy ezt a hittervet szíveskedjen elkészíteni, és valamikor tavasszal tudjuk ezt a hitet megépíteni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy igazából nincsen kész még a Igen, Isten, igazából nincs kész és nincs forgalomba helyezése, ezért mind a két oldalát, vagy egy balesetveszély szempontjából kértem, hogy zárják le. Nyilván az emberek ezt a zárást rendszerint leszakítják, hiszen ők nem értik, meg vannak tévesztve. Azt mondják, hogy a kerékpárút forgalomba van helyezve, de nincs. Ez azt is jelenti, hogy drágább is lesz, hogyha újra kell tervezni bizonyos elemeket benne? De nyilván jellemzően költségvetése minden beruházásnak testvetele által el volt fogadva. Ezek 90%-ban alulárazott költségvetések voltak. 20-30%-os pótmunkaigény jelentkezett minden beruházásnál. Gyakorlatilag ez Dombóvár esetében bevett szokás volt. Erre tudom mondani,
vagy nem azt mondtam, hogy jó példának, de rossz példának, hogy hitelből 5 beruházást szerettek volna megvalósítani, ebből csak 4-et sikerült, hiszen az 5-nek az árát pótmunkába elszámolták a másik 4 beruházásra. Nyilván, hogy melyik maradt el, ez is számomra nagyon érdekes, hiszen a Szabadság utcában található orvosi rendelők felújítása maradt ki ebből a blokkból, ahol nyilván már nagyon ráfért volna, illetve működési engedélye december 31-ével le is járt. Most egy ideiglenes működési engedélyt kértünk, hogy június 30-áig a működéshez szükséges alapfeltételeket tudjuk teljesíteni. Az, hogyha egy blokkban voltak, akkor az azt jelenti, hogy erre is egy elnyert pályázati összeg volt? Nem, erre egy 240 millió forintos beruházási hitel volt. Beruházási hitelből sikerült megvalósítani nagyon rossz minőségben olyan fejlesztéseket, amelyek nem minden esetben voltak, indokoltak, illetve azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egészségügyi intézmény prioritást kellett, hogy élvezzen. Ebben nyilván a csokorban benne volt egy bölcsőde is, vitathatatlanul meg kellett csinálni. Azt gondolom, hogy a teret, amely elkészült a művelődési ház előtt, vagy a Tinódi ház előtt, talán nem feltétlenül biztos, hogy hitelből kellett volna megvalósítani. Hajléktalanok nappali ellátására sem biztos, hogy 50 millió forintot kellett volna elkölteni. Nyilván nem a szükségszerűségét vitatom, hanem azt az összeget, amelyre erre fordítottunk. És nyilván, ha ezért még hozzáteszem azt is, hogy ma napjában 78-an látogatják ezt az intézményt, akkor tűnik igazán irreális magasnak az az összeg, amit elköltöttünk erre. Nyilván erre azt is mondhatnám, hogy nem is szeretném, hogyha sokkal többen látogatnák, hiszen akkor csökkenne hajléktalanok száma, és a Dombaváron csak 7 hajléktalan lenne, ez örömteli hír lenne, megítélésem szerint mindenki számára. Átnézték, tulajdonképpen mondta ugye, hogy beszélt mindenkivel, újraindulhatnak ezek, illetve valami nem fog? Olyan nincs, amelyik nem fog újraindulni, mindegyik újra fog indulni. Mint ahogy mondtam, mindenhol némi korrekciót el kellett követnünk, de azt gondolom, hogy azok a pályázatok, amelyek nyilván Mászné fejlődését szolgálják, a Szigeterdő felújítását szolgálják, a Kakasdombnak a szegregációban történő kiemelését szolgálják, tehát hogy lépjünk előre. Ugyanez igaz az Erzsébet utcai szőlészethez kapcsolódó beruházásra. Ezek a beruházások mindig meg fognak valósulni, csak egy picikét újra gondolva, és nyilván kizárva annak a lehetőségét is, hogy bármelyik vállalkozó pótmunka igényen álljon elő, és az önkormányzatnak saját forrásból több 10 millió forintot erre kelljen fordítania. Tehát azt gondolom, hogy megalapozottan, nyugodtan, higgadtan nekiállunk, és meg fogjuk valósítani ezeket a beruházásokat, sőt, még azt is kimerem jelenteni, hogy ezek időben sem fognak elcsúszni az eredeti vállalt határidőhöz képest. Ezek ugye az önkormányzat fejlesztési ügyei, a teljes önkormányzati gazdálkodással pénzügyeknél mit találtak, hogy állt a város? Hát alapvetően azt gondolom, hogy egy felelőtlen gazdálkodást találtunk. Nyilván ez a felelőtlen gazdálkodás mindig önkormányzati testeti határozatok mentén alakult. Ezt a szervezetnek, munkaszervezetnek végre kellett hajtani, és nyilván nem állt módukban kritizálni és véleményt formálni, hanem a határozatok mentén intézték a pénzügyeket. Amikor megtörtént az átadás átvétel, ez egy állandó számháború, ma is még a testület üléseken, azt gondolom, hogy nincs okunk számháborúzni. Kormányhivatal által elkészített jegyzőkönyvben exakt módon le vannak írva a számok, ami azt jelenti, hogy akkor 186 millió forint szállítói tartozása volt az önkormányzatnak, ennek 2/3 volt lejárt, 1/3 pedig volt, aminek még a fizetési határidő nem járt le, de kifizetésének nem volt meg a forrása. Nyilván ezen túlmenően az idő előre alattával jutott arra is időnk és energiánk, hogy az önkormányzathoz kapcsolódó intézményeket is átvizsgáltuk, és azoknak is megnéztük a pénzügyi helyzetét. Sajnos nem jó híre szolgáltok egyik esetben sem. És a Tinódi Ház Non-Profit Kft. Esetében pedig számomra döbbenetes pénzügyi manőverek, illetve információk láttak napvilágot. Gyakorlatilag a dombavári 3 civil szervezet több 10 millió forint rendezvény szervezésével bízta meg őket, és ezek a számlák a mai napig nem kerültek kiegyenlítésre, ami ugye nagyjából azt jelenti, hogy ezt az utat, a pénzútját lefordítom. Az önkormányzat támogatta a Tinódi Házat, a Tinódi Ház elköltötte 3 civil szervezet rendezvényére ezeket a pénzeket, és nyilván ezek a pénzek még mindig lógnak a levegőben, és a legnagyobb probléma az, hogy még mindig vannak olyan vállalkozók, akik szintén beszállítók voltak a Tinódi Háznak, akik nem kerültek kifizetésre. Gyakorlatilag az elmúlt néhány hónapban csak és kizárólag adósságrendezéssel volt energián foglalkozni, és próbáltam minden vállalkozót megnyugtatni,
hogy előbb-utóbb a pénzéhez fog jutni, és nyilván ez az előbb-utóbb, azt gondolom, hogy 2020. március 30-áig meg is fog történni. Ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor mit tehet egy városvezető, tehát mihez tud hozzányúlni, hogyha rendezni szeretné a város pénzügyeit, mert gondolom a pénzek azért kötöttek, amik rendelkezésre állnak. Így van, ezek a források ugye feladat alapú finanszírozás mentén érkeznek a városba. Nyilván egy van, amit nem tehet ilyenkor egy városvezető, nem szabad elbújni. Azt mondom, hogy igenis fel kell keresni ezeket az embereket telefonon, személyes egyeztetést kell kérni, és mindenkit meg kell győzni arra, hogy ne tegye még azokat a jogi lépéseket, amelyet egyébként megtehetne, hiszen a város hírnevét nem szabad tovább rontani. Eddig csak megértő emberekkel találkoztam, és mindenki megmutatott, hogy ők nem készülnek jogi lépésekre. Nyilván az, hogy ez a helyzet rendeződjön, ahhoz döntéseket is kellett hoznunk, és racionális gazdasági döntések mentén húztunk egyet a nadrágszíjon. A legelső testületi ülésen azt gondolom, hogy a testület működési költségeit 30%-kal csökkentettük, ez akár országosan is példaértékűnek nevezhető. Nyilván akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nekem egy szolgálati autóra nincs szükségem, jelen állás szerint, ezt nem mondom, hogy soha nem lesz, de ma ezt nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy saját gépjárművet használom. Nyilván, ami nagyon fájt az előző képviselőknek, hogy ezáltal egy kedves fiatalember is munkanélkül lett, de hát én azt gondolom, hogy luxus volt autót tartani és a sofőrt, tehát ma Dombaváron erre nem futja, ha nagyon egyszerűen fogalmazni, és mindenki számára közérthetően. Remélem, hogy azok az intézkedések, amelyek a helyi médiabirodalom felszámolását igényelték, azok is jövőre hatékonyan fognak hatni a városra. Szintén egy számháború tárgya, 40-50 millió forintról beszélünk, de akkor beszéljünk 40-ről. 2020-ban a média kapcsolatainkat 10 millió forintból kívánjuk rendezni. Tehát, hogyha összességében megnézem a testületen, ami megtakarítást elérünk, amit elérünk megtakarítást a médiában, ez meghaladja a 40 millió forintot. Azt gondolom, hogy ez már olyan forrás, amit jó célra tudunk felhasználni, és ha pályázatokon nyerünk, adott esetben tudunk önerőt biztosítani ezekhez. Nyilván továbbra is azt mondom, és ezt többször nyilatkoztam is, hogy kormányzati segítség nélkül valószínűleg ezen a helyzeten nem tudunk úrrá lenni. Napokban várjuk a határozatot, hogy mennyi támogatást kapunk. Reménykedek benne, hogy olyan összeg lesz ez, amellyel 2020-at nyugodt körülmények között tudjuk megkezdeni és tervezni. Egy-egy ilyen váltáskor talán az önkormányzati dolgozókban lehet a legnagyobb félelem, ugye, hogy jön egy új polgármester, elvesztik a munkájukat, megmarad a munkájuk. Itt Dombováron mi volt a helyzet? Ugyanez volt a helyzet, ugyanezek a félelmeket láttam a dolgozók szemében. Amikor elkezdtem dolgozni első hétfőrenkkel, egy apparátus értekezletet tartottunk jegyzőúrral, 72 kollega jelenlétében. Hát nem láttam, hogy felém akkor a bizalom jönne, inkább azt láttam, hogy az emberek félnek tőlem. Ez a félelem azt gondolom egy rosszindulatú, meg nem alapozott előzetes véleményformálásból fakadt, amelyben próbálták őket megtéveszteni. Nyilván teltek múltak a napok, és ezelőtt két hét, amikor tartottuk a hivatalnak a záró ebédjét, most már 72 emberből, talán akár 60 mosolygott is, és mindenki elhitte, hogy én nem kívánok itt vendettát elkövetni, hiszen itt értelmes, felkészült szakemberek dolgoznak. Nyilván a hivatalban jelenlétemet is újra szabtam és újra formáltam, hiszen leszögeztem, hogy a hivatalnak a vezetője a jegyző, én a hivatal dolgaiban nem kívánok beleszólni, én amikor találkozunk mindenkinek, illedelmesen köszönök, mosolygok, sőt, néha napján megkérdezem azt is, hogy hogy van, de ezzel az én hivatali tevékenységem bezárult. Beszéljünk egy kicsit a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulásról is, aminek ugye Dombóvár nem tagja, ön viszont a Csikós-Töttös polgármestereként az elnöke volt korábban. Most ön nem tagja ennek a társulásnak. Tulajdonképpen mi lesz a jövő? És egy kicsit talán visszatekinthetnénk, hogy az elmúlt egy évben ennek a társulásnak is a tevékenységére, hiszen az év nagy részében ön vezette. 2015. január 1-ben alapította 15 település a Kaposmenti Társulást. Nyilván akkor is egy szerencsétlen helyzetet próbáltunk megoldani, hiszen Dombavárral, illetve az akkori vezetéssel, és mindig ilyenkor elnézést kérek a dombaváriaktól, nem róluk beszélek, hanem az akkori vezetőről, egyszerűen képtelenség volt együttműködni. Nyilván ennek mentén ez a társulás az elmúlt 4 évben azt gondolom, hogy sikeresen dolgozott. Az idő alátámasztotta, hogy a gondolat jó volt, megtöltöttük tartalommal.
A társulás mellett még létrehoztunk egy szociális ellátó intézményt is, azzal is megoldottuk a 15 településnek a problémáját. Nyilván egy 15 település által működtetett társulás működtetése sokkal hatékonyabb, mint a minden egyes település önmaga próbálná megoldani a feladatokat. Erre mindig elmondtam, hogy sem forrása, sem kellő számú szakembere nincs erre a településnek. Nyilván furcsa helyzet is itt a kérdésben benne is volt, annak a társulásnak, amelynek alapító tagja voltam és elnöke voltam 4 éven keresztül. 2020. január 1-től nem vagyok tagja, majd csak 2020. július 1-ével lehet Dombavár teljes jogú tagja. Ezért az alakuló ülésen, majd az következő 2 társulás ülésen meghívott vendégként részt vettem. Hát azt gondolom, hogy ha őszint akarok lenni, egy percig se éreztem jól magamat, kívülállóként éreztem, de nyilván azt gondolom, hogy ez el fog múlni, és ez a helyzet is változni fog. Ez nem kollégáim viselkedéséből adódik, hanem a helyzetből. Tehát nagyon furcsa volt ott ülni, látni, hogy ők dolgoznak, és nyilván szavazati jog nélkül, de azért mégiscsak véleményt formában próbáltam a 2020-ra vonatkozóan megszabni azokat a feltételeket, amelyek mentén nyilván már 16 település együtt gondolkodását meg kell tudnunk teremteni. Dombóvár, hogy, illetve említette a fél év kihagyást, ugye erre miért van szükség? Ez egy törvényi vagy jogszabályi kitétel? Tehát miért nem csatlakozhat Dombóvár azonnal? Ez egy jogszabályi kitétel. 6 hónap előtte meg kell hozni a döntést, tehát hogyha június 30-ig Dombóvár meghozta volna, akkor január 1-en lett tagja, lehet mennek a társulásnak. De tekintettel, hogy ezt a döntést csak novemberben hoztuk meg, ezért meg kell várni, hogy 2020 első fél évét. Nincsenek aggályaim, azt gondolom, hogy ez az együttműködés pont úgy fog működni, mint a teljes jogú tagok lennénk, hiszen a társulás Récsei Gábor szakpolgármesterét választotta meg elnökének. Gáborról kell tudni, hogy több ciklust eltöltött már polgármesterként, és a társulás alelnöke volt még a több célunál is, és most itt a Kaposmenti társulásnál is, és hosszú éveken tudtunk sikeresen együtt dolgozni. Mi az, amit majd a Dombóvár adhat a társulásnak, és mi az, amit a társulás adhat Dombóvárnak? Tehát az intézményekben esetleg a szinergiákat összevonják, vagy vannak-e ilyen tervek? Nyilván az intézmények átszervezéséről, illetve annak együttműködtetéséről ma még nem tudunk beszélni, hiszen 2020 második fél évében kerülhet ez porondra. De azt gondolom, hogy az a szakmai tudás, amely megvan mind a két oldalon, és ezt, hogyha összegyúrjuk, ebből csak pozitív eredmények jöhetnek a járás, illetve a térség számára. Ami már most nagyon fontos, és legutóbbi dombavári testületülésén el is hangzott, hogy klímastratégia, illetve ahhoz kapcsolódóan annak felülvizsgálata, illetve a mostanában egész Európát átszövő gondolatok mentén az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy Dombóvár város önkormányzatának megvan a klímastratégiája, annak a felülvizsgálatára nyert 4,4 millió forintot. Kaposmenti társulás elnökeként szintén ezt a problémát komolyan vettem és éreztem ennek a súlyát, ezért mi is pályáztunk, és a járásra nyertünk 9,9 millió forintot a klímastratégia elkészítésére. Ez azt hiszem az első olyan komoly kapcsolódási pontunk, és az első olyan komoly munka, amikor mind a szakmai tudást, mind a forrást tudjuk egyesíteni, és azt gondolom, hogy a dombavári járásnak elkészült egy egységes klímastratégiája. Rengeteg szemléletformáló rendezvényre és kiadványra is tudunk költeni, hiszen azt gondolom, hogy ez a 14,3 millió forint mindenre fogja tudni biztosítani a fedezetet, és ami nagyon fontos, nyilván kiváló szakembereket tudunk bevonni a munkába, akik ehhez értenek, és egy komoly klímastratégiát tudnak elkészíteni az egész járás területére. Hogyha már belecsaptunk egy kicsit a jövőbe, akkor Dombóváron mik a 2020-as tervek? Hát nyilván az előbb beszélgetés elején megfogalmazódott, hogy be kell fejeznünk a beruházásokat. Nyilván nagyon fontos, és azt gondolom, hogy szép év lesz 2020, hiszen 50 éves lesz a város. Ezt egy rendezés... Megünneplik? Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hiszen április 1-én tölti be 50. életévét a település. Mi nem egy hétre szeretnénk koncentrálni, hanem február 1-től november 30-áig szeretnénk egy 10 hónapos ünnepséget tartani, és Dombóvár város évének szeretnénk ezt a rendezvénysorozatot elnevezni. Nyilván nagyon fontos, és választási kampányban többször el is hangzott, mindenféleképpen neki kell állni, és meg kell teremteni a feltételét annak, hogy egy mentőállomás épülhessen Dombóváron, annak, hogy a járóbeteg ellátó
STK épülete felújításra kerüljön, a kórház mentén megoldjuk a parkolási problémákat, ami már napi problémát jelent. Nyilván nagyon fontos lenne, hogyha a sport egyesületeket ki tudnánk békíteni egymással, aminek nyilván azt gondolom, hogy első pozitív jele, hogy a két úszó egyesület belátta, hogy nem szabad ezt a viraskodást tovább folytatni. December 31-ével egy úszó egyesületbe kerülnek az úszóink. És nyilván nagyon fontos is mondom az úszást, egy járási úszodának a megépítése is, hiszen a úszoda programból Dombóvár az előző években kimaradt. Picit újra gondoltuk a közmunkaprogramot, hogy szakmai nevén a startmunkaprogramot. A kertészeti mezősági tevékenységből szeretnénk visszaállni egy alaphelyzetbe, illetve a rendelkezésre álló területen 5 emberrel szeretnénk gazdálkodni, és szeretném, hogyha nagyobb teret nyerne a tényleges értékteremtő közmunkaprogram, illetve startmunka. Ez mit foglal magába? Hát azt gondolom, hogy hoztam magammal egy jó példát, és évek óta mi Csíkostötösön térkövet gyártottunk, és gyakorlatilag a település... Közmunkások? Igen, közmunkások a startmunkaprogram keretében. Ennek a finanszírozását 100%-ban meg lehet oldani, mint a humán erőforrás, mint az anyag tekintetében, és azt gondolom, hogy éves szinten 3-4 kilométer járda lerakásához szükséges anyagot, illetve alapanyagot tudunk gyártani, illetve tudunk felhasználni is minden évben, és hogyha csak 3 kilométer járdát tudunk lerakni Liakolorra, Dombóváron, akkor is az elkövetkezendő 5 évben ez 15 kilométert jelent, és én bízom is hiszünk benne, hogy ezt végre is tudjuk hajtani, hiszen az előző tapasztalataim ezt minden esetben alátámasztották, és Csíkostötösön ezt sikeresen hajtottuk végre, ott is sikerült az elmúlt 3 év alatt 4 kilométer járdát gyártanunk és le is raknunk. Gazdaság, hogyha nézzük, akkor tervez valamit az önkormányzat tenni, hogy esetleg még több társaság települjön, vagy válassza Dombóvárt? Azt gondolom, hogy egy szerencsétlen időpontban volt ez az októberi választás, hiszen előtte jelentette be az egyik legnagyobb vállalkozó, hogy megszünteti tevékenységét, ugye a Pasa Kft. 200 varrónő vált itt munkanélkülévé. Nyilván az elmúlt napokban pozitív jeleket hallottam, hogy komoly érdeklődő van, és úgy néz ki, hogy ez a anomália megszűnik, és újra új életre tudják kelteni. Nagyon fontos, hogy az elmúlt hónapokban egy vállalkozóval tárgyaltam, aki rehabilitált munkaerőt szeretne foglalkoztatni, 40 főt, ő már a telephelyet ki is választotta, múlt héten be is fejeztük a tárgyalásokat, elkezdenek dolgozni. Ami ennél sokkal fontosabb, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy nekünk kell itt okosnak lenni, ebben be kell vonnunk helyi vállalkozókat. Helyi vállalkozókkal el kell kezdenünk egy olyan párbeszédet, hogy tudjuk, hogy mire van szükségük, és nyilván annak mentén tudjuk majd eldönteni, hogy milyen irányba tudunk mi fejleszteni. Természetesen be kell, hogy vonjuk a kormányhivatalat is, hiszen a munkaügyi központ is meghatározó szereplője a munkaügyi piacnak, és nyilván azokkal párhuzamosan tudunk csak együtt gondolkozni. Polgármester, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, az időnk elfogyott. Jó munkát kívánunk 2020-ra is önöknek, mind a városban, mind pedig a térségben. Nézzüknek pedig köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk jövőre is, viszontlátásra.